És hát nagyon izgalmas volt, mert az iskolában laktunk, ahol hétvégenként, ugye édesanyám nagyon toleráns volt, mert megengedte, hogy az egyik osztályteremben hétvégén mise volt, ahova hát eléggé el nem ítélhető módon a hittanoktatás fénybe beszöndöstem. És hát édesanyám baloldali érzelmű volt, mint ahogy aztán az egész család is, de hát egyszer csak kiderült, hogy az ő kislánya nagyon-nagyon jól érzi magát a hittanórán, mert ott a pap, vagy nem is tudom, igen, pap rajzolt, meg magyarázott, meg hát végül is ezek érdekes történetek. Igen, de hát én tiltott gyümölcs voltam ott, mert azért egy pár tagnak a gyereke nem volt ildomos, hogy ilyen helyekre járt. Szóval nagyon érdekes, most, hogy beszélek róla, tulajdonképpen egy fantasztikusan jó és izgalmas gyerek volt. Szervusztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! És szeretném nektek elmesélni most azt a történetet, amikor a bárka, tehát a Noé bárkája, az így nézett ki van, hogy gyerekek. Istenem, valami menkő. Elnézést, jó napot kívánok. Szervusz, kislányom. Be lehet ide jönni? Te vagy a Juditka, igaz? Igen. Akkor amúgy nem hiszek az ilyen dolgokban, mint Isten, mert mit tudom, balosok vagyunk otthon, de gondoltam, hogy számomra Isten minden gyermeke egyforma, de lehetőleg nem úgy, hogy a közönségnek háttal, illetve hogy ahogy akarsz, hogy győzz le. Annyi, hogy én igazából, hogy én most tiltott gyümölcs vagyok, apukám pártag és utálja papukat. Ez engem minden érdekel, drága gyermekem, inkább nézd meg ezt a bárkát, hiszen én érdekes órát tartok neked. Itt vannak a bárka ablakai. Ez a kacsa. Rajzolok nagyon aranyos kiskacsával, Isten áldja a kiskacsát. Most a bárkának tulajdonképpen a teteje be volt a deszkázva. Volt ilyen görbe deszka is abban. Ez érdekes, hogy összehozunk tulajdonképpen egy kicsit ezoterikusan már éppen, hogy a 60-as évek körül. Lehet úgy levezetni, hogy nagy G egyenlő M-szer kis G, és akkor nem... gravitációval. Ritkám, gyere már kész van az ebék. Nincs értesség. Gyere már anyád vár.